Nagy rendezvény mindenki számára egy szallagtűző esemény. Így volt ez a dombovári I. és Gyula gimnáziumban is. A rendezvényen három osztály kapta meg a szallagot, melyeket osztályfőnökük tűzött minden diákra. Rengeteget készültünk, ez egy nagyon fontos esemény a számunkra. A táncokat már tavaly év végén, május-június környékén elkezdtük gyakorolni. Úgy gondolom, hogy volt elég időnk, hogy tökéletesre fejlesztjük a táncokat, és a lehető legjobb produkciót tudjuk előadni itt a nézők számára. Nosztalgiában is volt részük a gyerekeknek. Majd a négy év különböző képeiből és videóiból videókat állítottunk össze, egy összegző videót, hogy mi történt velünk a négy évben, utána pedig egy közös keringőre kerül majd sor, közben pedig változatos zenei műsorok lesznek, hogy legyen időnk átöltözni és elütni az időt. Reméljük, hogy nagyon fogja élvezni a kedves közönség. Dr. Szerényi Zoltán, az iskola igazgatója lelkesen beszélt az eseményről. A családok számára is egy igazi ünnep, amikor a szülőkön kívül a testvérek, nagyszülők, barátok, barátnők, mindenki igyekszik itt lenni és osztozni velünk a dicsőségben és a szeretetben, mert hiszen valahol ez az összetartozás, a szeretet és a kölcsönös megbecsülés napja is. És hát természetesen azért szalagtűző, mert a jelképes szalagot az osztályfőnökök fogják a gyerekeknek a mellére tűzni. Ez a nap mindenki számára közös érdek és sok szervezést igényel. A rendezést külön köszönjük mindig a 11. évfolyamnak, hiszen nagyon nagy logisztikát jelent a teremnek a berendezése, mert a szalagtűző ünnepség után egy hagyományos bált is szervezünk hajnalig. Az este jó hangulatban telt a résztvevőknek.